Двигателями. Подожди, Андорра, это двигателями. Угу. Я не знаю. Русский. Прошу на безу до босс. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. A kibeszélőbe elhoztuk az oly sokatok által kért Sleep Token lemezt. Igen, renge... nem volt idén talán még lemez, amit ennyien kértek volna, de az Amity Affliction. Nem, az Invent Animate. Az, bocsánat. Az Amity-t azt a kutyafasza nem kérte, ja, pedig igen. Sokkal jobb. Na, igen. Szóval, háromas lemezéhez érkezett a Sleep Token, Vigyél vissza Édenbe című, igen. Nem Radó. És értjük, hogy miért kértétek, és én azt is érteni vélem nagyjából, hogy mi ez a hype a zenekar körül, de kapásból el is lőném, hogy szerintem egy kicsit túl van tolva. Igen. Túl azon, hogy azért szövegileg adja az igazán nagyot ez a lemez szerintem. Tehát, hogyha beleásod magad, és érted is, hogy miről van szó. Mert azért ez egy nagyon súlyos lemez. A második sornál jöttem rá körülbelül, amikor az első dalban azt énekli a Vessel nevű, majd mindjárt felfedjük, hogy ki. Az I turn my walls to gold I turn my walls to gold to bring you home again. Nekem ott lett végem. Tehát onnantól kezdve én leültem, és a szövegeket így olvastam végig az egészet. És nem is igazán tudtam a zenére figyelni. Tehát ilyen gent trap, gent R&B, mi a faszom keverék ez. A vége felé kicsit kevesebb a gent, kicsit több az R&B, meg popos elemek, de... Pop, gent pop. Igen. Tehát pedig a gent trap annyira jó szójáték lett. Igen, volna. Egyébként én adom. Tehát nincsen vele. Mert zeneileg vannak benne trappes elemek. Szerencsére szövegileg, vagy a énekileg nem hozza ezt a fasszá autótyúnot. Ja, igen, nem igen, tud igen. Énekelni, tehát, hogy... Nekem egyébként full Lepros jutott eszembe. Lepros. Hát a normál ja, izé, a Lepros. Amíg el nem kezdenek izé, echte ilyen full pop R&B-be átmenni, addig a Lepros. Aha, vannak igen. Full Lepros részek. Igen. Most én lelövöm akkor a másik oldalt, tehát hogy én meg kb. Addig olvastam a szövegeket. Yeah, mert engem ezek a spirko dolgok olyan szinten lehoznak az életről, tehát én sokkal realistábbnak igen. Tartom magam ennél az egésznél. Úgyhogy én ezt maximálisan el is engedtem, és végre mondom egy olyan lemez, ahol nem kell belemászni, majd te belemászol, én meg csak így átadtam magam így a zene meg az ének zsenialitásának. Mesélj akkor, milyen volt a zene meg az ének? Egyrészt... Bazd meg. Kurva jó. Igen, leittam magam. Leittam magam. Se baj. Egyrészt kurva jó és változatos, és... Zeneileg vannak benne egy-két olyan megoldás, ami újítólag hathat, viszont amikor azt mondják, hogy na majd ők lesznek a jövő rockzenéjének alapkövei, meg nem tudom, én azt erősnek az érzem. Az már tényleg barokkos túlzás. Én ezt nem látom azért bele. Minden meglévő zsenialitása ellenére a lemeznek, barokkos túlzás azért, hogy ők a jövő. Így van. Tény, hogy nem tudod, hogy mi jön a következő dalba, vagy a dal következő részébe, mert kb. Bármi lehet. De amikor végigmegy már a lemez, és másodszorra nekimész, akkor azért rájössz, hogy vannak bizonyos korlátok. Tehát nem úgy lehet bármi, mint mondjuk egy Between the Buried and Me-nél, hanem azért korlátok közé van szabva ez az egész. Egész széles, de korlátok közé. Nincs ezzel semmi probléma egyébként. A másik meg, hogy az R&B éneket a mély gitárokkal meg a metállal vegyítjük, mindenki ezt akkora megfejtésnek tartja, holott Johnny Craig. Tehát R&B énekek metálos alapokra 10 éve szintéren szakértő van. Szakértő úgy, én ezt meg azért nem tartom ekkora megfejtésnek, mert hogy ezt már nagyon régen megcsinálták. Vagy Tillian Pearson. Tehát, hogy más ne említsünk, Dance Gavin Dance. Tehát én mondom, én ezt a
jövőbelátó víziót nem látom az egész mögött, de aláírom, hogy kurva jól össze van rakva. Tehát te azt nem látod, hogy ebből lesz a 2020-as évek szempiternája? Nem, egyáltalán. Nem látod? Látom azt, hogy lehetnek követők, de nem látom, hogy ekkora tömegőrület, meg tömeg... Látom a koncerteken, látom, hogy mekkora tömeghisztéria van, és valószínű el is megyek majd az Architects-es közös megőrülésre, nem az Architects miatt, mert az engem annyira már nem mozgat, viszont erre kíváncsi lennék élőbe, és látom a YouTube-os felvételeket, hogy mennyire ilyen tisztára, mintha Jared Leto lenne a színpadon, akkora önkívületbe sikítoznak a nézőtérről. Aha. Tehát értem ezt a kultuszt, ami a zenekar körül kialakult, de nem látom azt, hogy ez 10 év múlva még mindig hivatkozási alap lenne. Én remélem, hogy nem, mert azért se a Gent nem egy újdonság, se az R&B nem egy újdonság. Igen. És hogyha keverjük, abból se lesz semmi újdonság, mert újat nem teszünk hozzá. Bár igazából a Sam Peternál is lehet mondani, hogy rockzenét meg elektronikát keverték már nyugmetálba is. Igen. Tehát igazából az is megvolt már 10 évvel azelőtt, csak ennyi idő kellett a népeknek, hogy leessen. Hát meg ekkora slágerparádét kellett rá fölhúzni, hogy működjön. Még azt tudnám. Igen. Egyébként. Igen. És itt meg szintén nem látom azt a slágerparádét, mert hosszúak a dalok, elvontak a dalok, néhol túlnyújtottak már a dalok, tehát egy 8 perces címadót én nem éreztem, hogy abban 8 perc van. A Summoningnél egy 6 percet még éreztem benne, de amikor már, mit tudom én, 15 perce megy a lemez, és még mindig csak a harmadik dalnál tartasz. Igen, igen. Én kicsit túlnyújtottnak éreztem. Jó, azért manapság így a 12, de a 63 rettenet sok. Igen. Főleg ilyen mély elvont zenéből, és én valamilyen szinten könnyebb dolgom volt a meghallgatáskor, mert árad az egészből, a szövegekből, a valamilyen szinten a zenéből is valami olyan ősi spiritualitás, hogy állat az összes szőrön végig. Nem megyek bele egyébként a szövegekbe, de a sztori az nagy vonalakban egy Sleep nevezetű istenségről szól, ő áll a középpontba, és hát a Softos Insomnia mellé egy ilyen karakter igazi csemege, ugyebár, és a főszereplőnk őt imádja, ezt a felső erőt, és az annyira felemészti, hogy már azt kívánja, hogy vagy vigye el magával, vagy dobja el a picsába, hogy engedjük el egymást. És az üzenet a végére totál elviszi az egészet, tehát nem szabad feladni, nem szabad, ki kell tartani. Igen. Nem szabad feladni, a végén akkora csalódás volt, amikor a végén rájött, hogy azért jó, akkor nem. Akkor mi a fasz csináltál egész addig? Minden van valamiért. Az, hogy te addig szenvedtél, az, hogy te addig küszködtél, az oka volt valaminek. Illetve az annak oka volt, hogy te küszködtél. Miért adod föl? Miért nem tartasz ki? Ki nem. Kell? Én ezt amúgy... tehát én szerintem a küszködés meg a sok belerakott munka valamibe, az lehet a végén annak a konklúziójának az alapkövei, hogy ezzel már nem érdemes foglalkozni, mert nekem nem ez a végzetem. Tehát, hogy szerintem lehet, ez is egy senki nem ismeri megalapozott valami. De senki nem ismeri a végzetet. Vagy honnan tudod, hogy akkor ilyen úgy mondom, hogy nem az én utam. Vagy hogy már nem éri több energiát, időt valamire rááldozni, mert sokkal hasznosabb másba is bele lehet tenni, érted? Tehát megpróbálok egy kicsit a realitás talaján maradni, mert nekem ez is, hogy a Vessel tehát azért így maszkosak, meg nem név nélkül, meg mit tudom én, mert hogy ő ennek az istenségnek a megtestesítője és a szócsőve az emberek világában, és én itt teljesen arrébb is raktam ezt az egész hülyeséget, tehát én ezzel nem, egyáltalán nem, De én szerintem, ha kudarcba vagy falba ütközöl egy idő után, lehet azt mondani, hogy nem éri meg még egyszer neki menni.
Én ezt mondom legalábbis. Tehát nem feltétlenül kell örökké azért küzdeni, ami lehet, hogy soha nem lesz a tiéd. Persze, de pont ezek a szövegek, hogy a szövegekben meg folyamatosan olyan dolgok vannak, amik meg azt mutatják, hogy igen, ez egy jó dolog, ezért érdemes. Csomó olyan része van a szövegnek, sokkal több ilyen rész van a szövegben, mint olyan, ami azt mutatja, hogy ez igazából nem annyira jó. Még azok a dalok is, amik például, mint a War, hogy negatívnak tűnnek szövegileg, de az is lényegében azt hozza ki, hogy pozitív. Tehát az is egy roppant bensőséges kapcsolatnak a leírása is. Egyébként ez egy párkapcsolati lemez. A Sleep az csak egy metaforája az egésznek. Uh-huh. Yeah. Megmerem kockáztatni, ez egy Ikerláng lemez. És pont ezért hiba az, hogy feladja az illető. Ha ez egy Ikerláng lemez, akkor főleg hiba az, hogy feladja a végén az illető. Nem szabad. Pont akkor nem szabad. Ha meg tényleg egy vallás és úgy érzed, akkor engedd a gecibe. Egyébként igen. Jó, legyen. Nem, én az elejétől kezdve, tehát a Chokehold bizonyos soraitól kezdve nem tudtam máshogy tekinteni erre a lemezre, mint hogy ez egy Ikerláng lemez. Annyira egy Ikerláng kapcsolatot ír le, amennyire csak lehetséges leírni egy Ikerláng kapcsolatot. Minden szenvedéssel, minden küszködéssel, minden viszontagsággal együtt. De az egy eltéphetetlen kötelék. És ugyanúgy ez is. Mert hiába az a végkonklúzió, ami ettől nem fog megszabadulni. Mm-hmm. Nem lehet egy ilyet eldobni a picsába. Akár egy istenség, akár egy Ikerláng kapcsolatról szól. Egyiket se lehet eldobni. Na, itt megy át nekem túl Spirkóba. Itt megy át Spiribe, mert én meg ezzel foglalkoztam az elmúlt évben, hogy a Divine, ugye az Ikerlángban az Ikerláng kapcsolat két fele, a Divine Masculine meg a Divine Feminine, tehát hogy és annyi szó van benne a szövegben a Divine szó, annyi szó szerepel a lemezen a Divine szó, hogy abszolút, én nem mondom, hogy meggyőződésem, de nagyon valószínűleg tartom, hogy ez így kell lenni ez. Legyen. Nem tudok, mit csinálni, sem lehet, hogy magam felé hajlik a kezem, de abszolút, én azt érzem. Jó, hát figyelj. Állítólag az a jó lemez, amin elgondolkodsz, és a saját magad életére ki tudod vetíteni azokat a dolgokat, amiket az énekes koma előad. Tehát, hogy akkor biztos elérte a foglalkozás a célját. Persze, igen, hát aki tényleg... Nagyon, nagyon rég éreztem olyat szövegek kapcsán, mint ennél a lemeznél. Kb. A második sora az első dalban az, amit mondtam. Valahogy ott elején. És onnantól kezdve engem a zsigereimből elkezdett rázni a hideg, és ilyet nagyon rég éreztem lemeznél, hogy innen bentről, a csakráimból rázott a hideg, bazd meg. És lekapcsoltam a villanyt a szobában, mécsest gyújtottam, és így olvasva a szövegeket, így hallgattam a lemezt. Tehát ilyen hatást nagyon régóta nem váltott ki egyetlen lemez sem belőle. Ez a Vessel gyerek, aki egyébként Leo Faulkner a Blacklight Canopy-ból pokolira tud valamit. Igen. Elég szépen bemutált egyébként a Pali 10 faszon tudja hány év alatt, amióta... Jó, hát ott még te nagyon fiatal kis csikó volt. Igen, persze. Most se öreg egyébként, én nagyjából kortársra teszem a Tyler Joe-val. Igen. Kb. Ilyen 31-2 pár éve. És akkor már ott a Vessel utalás, tehát pont ez az, hogy én nagyjából egyébként... Nem mondom, hogy egy szintre helyezem, de körülbelül az a szintű zsenialitás, meg körülbelül az a szintű autizmus is van itt. Tehát, hogy ugyanúgy egy olyan szintű komplett világot, komplett sztorit álmodott, nem is gondolt erre, nem is merült föl. Még a Vessel... De én nyilván ott persze az eszembe azért... jutott egyértelműen, de én azért Tyler Joe mellé nem tettem én volna se, oda, de igen. Én se csak megemlítettem, hogy közelíti azt a fajta, azért mondtam én, hogy egy szintre talán nem tenném. Igen. De közelíti azt a fajta komplexitást, meg azt a fajta zsenialitást, az a sztori, meg az a saját kis világ, amit Faulkner itt kiagyalt. Igen. És azért ez meg főleg tiszteletre méltó. Manapság, amikor mindenki a 3 és fél perces tömeggyártott slágerekbe gondolkozik, egy ilyen lemez nagyon merész húzás. Az. Egyértelműen az.
De hát látod, hogy bejött nekik, tehát... Kurva, tehát azt hiszem ilyen dalrészleteket ugye felhasználtak a TikTokon, ilyen TikTokerek. Igen. És azzal futottak ők hatalmasat így az elmúlt egy évben. Ez a TikTok, geci. Nem feltétlenül értem még én se, de mi már öregek vagyunk, tehát ezt engedjük el. Viszont én az élőbe elmegyek, aztán megnézem. Mennyi nézd, mondd meg, és mondd meg, hogy mondd meg már azt is utána, hogy mennyire kezdett el még jobban, mennyire folytatta a BMTH-sodást az Architex. Jó. Mert okay. Most már egy Jordan Fish is kalapálja ott a cuccot meg. Segít a Carter doktornak a vokálba, bazd meg, tehát én néztem így a 2023-as ilyen live felvételeket Glastonbury-ről, meg ezekről, mondom, ez komoly! Ők is leigazoltak egy Jordan Fish-t, geci, minek, hogy tanítson Carter-t énekelni, vagy mi a fasznak? Tehát, hogy... Figyelj, már izé is leigazolt a Burry Tumorról, ugye látod, tehát innentől kezdve mindenkinek kell egy Jordan Fish. Meg akkor már említsük meg akkor az izét, a Edemet is. Edem Ped, persze. Igen, tehát persze. Ő meg a dobos, tehát igen. Lehúltak a leplek meg a maszkok. Lehúltak a leplek, igen. Élőben van még elvileg Ryan Griffiths gitáros, meg Dave Ball bőgős. Ja, ők, igen. 3 és 4, római 3 és római 4 néven futnak, de nem kapnak dalszerzői kreditet, mert ugye bár Vessel csinál mindent, ami nem a dobolás. Így van. Edem Pedder meg... Mindent, ami dobolás. Ami dobolás. Na jó van, gyerekek, ennyik voltunk a Sliptoker lemezről. Mondjátok meg, hogy nektek miért ekkora? Én arra lennék kíváncsi, írjátok mert le, igen. Egy csomóan leírtátok, hogy kurva jó, de kinek miért kurva jó? Kinek igen. Adott ekkora spirkó utazást? Igen. Kinek csak a hangszín tetszik kurvára? Kinek a zenei utazást? Mondjátok kinek el. Kinek csak az R&B-s részek, mondjuk az mit keresne itt? Ja, például. Ki szerint Ikerláng lemez, nagyon fontos. Ja. Most úgy besipult a fülem, amikor kimondtam az Ikerláng szót, úgyhogy... Ez valamit jelent. Na mindegy. Írjatok meg bármit bárhol, ami meg nem szól a rendi bárhol, ezt már sokat szíjára mondom el. Ciao. Sziasztok.